Áldunk, dicsőítünk, magasztalunk téged, szeretni édesatyám. Ezért az alkalomért, amikor összegyűjtöttél bennünket, gyermekeidet, és mindazokat, akik szeretnének veled találkozni. Uram, erre a helyre, ebben a sátorban, Uram, ahol a te jelenléted van, jelen, és köszönjük azt, Urunk, hogy te ma meg akarod áldani mindazokat, akik bent vannak ebben a sátorban, akik szeretnének dönteni te melletted, akik szeretnék átadni életöket, tenéket, Uram. Köszönjük, hogy van erre lehetőség. Áldunk, magasztalunk ezért. Kérünk tégedet, Uram, hogy te drága lelked által végezd ezt a munkát, Uram, ebben a faluban, ebben a gyülekezetben, ebben a közösségben, Uram. Itt a romák között kérünk tégedet, hogy adj megtéréseket, adj, Uram, felébredéseket a bűn álmából, adjad, Uram, hogy nagyon sokan megismeressenek tégedet, és közel legyenek hozzád, hiszen te azt mondod, hogy te vagy a szabadító. Azért jöttél, hogy megszabadítsad az embereket azoknak bűneiből. Uram, dicsőítünk ezért. Kérünk tégedet, drága úrunk, hogy áld meg a mi imaóránkat is. Uram, köszönjük azt, hogy a te jelenlétedben lehet az életünk. Segíts meg, Urunk, megérteni a te ígédet. Amen. Amen. Szent igéket fogunk olvasni a Zsoltárok könyve 18. részéből. Akiknek van bibliájuk, azok megkereshetjük a Zsoltárok könyve 18. részeiből. Az első 8 verset fogom felolvasni. Zsoltárok könyve 18. rész, első 8 vers. Az éneklőmesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, aki az Úrhoz az ének szavait azon a napon mondta, amelyen az Úr megszabadította őt minden ellenségének kezéből és Saul kezéből. És mondta: szeretlek, Uram, én erősségem. Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom. Az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom. Az én pajzsom, üdvességem szarva, menedékem. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeim kezétől. A halál kötelei vettek körül, s az istentelenség árjai rettentek engem. A Seol kötelei vettek körül, a halál tőrei fogtak meg engem. Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam. Szavamat meghallá a templomból, és kiáltásom eljutott füleibe. Amen. Tessenek helyet. Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében, és köszöntöm azokat, akik most itt fehér ruhában vannak, az Úr áldja meg őket. Köszöntöm a barátkozókat, akik a héten döntöttek, és köszöntöm azokat, akik eljöttek a faluból, akik úgy érzik, hogy az Úr hívta őket erre a helyre, az Úr áldja meg őket is, áldja meg a gyülekezet tagjait is, mindenkit, aki itt jelen van ezen a helyen, és kívánom azt, hogy az Úrnak a jelenlétében legyen mindenkinek az élete. Sok szeretettel köszöntöm a lelki pásztor testvérénket, és Kőszegi Dániel testvért, áldja meg az Úr, az ő szolgálatát, aztán a mi lelki pásztor testvérünket is köszöntöm, őket is áldja meg az Úr, és kívánom azt, hogy az Úr szava úgy szóljon ezen a helyen, hogy valójában szívtől szívbe juthasson az evangélium. Imaóránkra olvastam ezt a csodálatos ígét. Látjuk azt, hogy Dávid mikor kiáltott az Úrhoz? Akkor, amikor az ellenség vette körül és megszabadult, azt mondja, azon a napon mondta, amelyen az Úr megszabadította őtet az ő ellenségeinek kezéből és a Saul kezéből. Tehát mikor tudja az ember kimondani azt, hogy szeretlek én, Uram, én Istenem? Amikor megszabadul az ellenség kezéből. Akkor, amikor látja azt, hogy milyen az Isten szabadítása.
Vagy ha lenne itt valaki ma reggel, aki ugyanígy el tudná mondani azt, amikor megszabadul az ellenség kezéből, hogy szeretlek én, Uram, én erősségem, én váram, én kősziklám, benned bízom, te vagy az én menedékem. Vaj, ha lenne itt e mai napon egy pár ember, aki ezt ki tudná mondani, és hiszem azt, hogy azok, akik megszabadultak, azok mind ki tudják mondani. De én kívánom azt, hogy ne csak azok mondják ki, hanem azok is tudják kimondani, amikor elmegyünk innen, hogy szeretlek én, Uram. Mert láttam azt, hogy a halál kötelei vettek körül. Az ellenség zárta körül az életem. De te jöttél, Uram, mert hívtál a te szavaddal, és én igen mondtam neked, és megszabadultam mai napon. És ezért mondom, kimerem mondani azt, hogy szeretlek én, Uram, én erősségem, én váram, én kősziklám, én szabadítom. Milyen csodálatos ez, testvéreim, azoknak a szívében, akiknek a szívében eldől, hogy követik Jézus Krisztus. Ők már ki tudják mondani. Szeretlek én, Uram, én erősségem. Te voltál az, aki kiszabadítottál a Seol kötelékei közül. És azt mondja, hogy az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, megszabadulok ellenségeink kezéből. Hogyan szabadulunk meg ellenségeink kezéből? Ha az Úrhoz kiáltunk, mert ő méltó a dicséretre, a háladásra, a felmagasztalásra. És mai nap van lehetőség erre, bárkinek. Az Úr előtt nincs személyválogatás. Ha úgy érzed, hogy a halál kötelei vettek körül, ha úgy érzed, hogy az ellenség bezárta te életedet, megkötötte láncokkal, akkor most kiálts az Úrhoz. Mondjad az, a te Uradnak, jöjj Uram és légy szabadítom nekem mai napon. Hogy ki tudjam mondani, amikor elmegyek erről a helyről, hogy szeretlek én, Uram. És imádkozzunk ezért, testvéreim. A barátkozók is imádkozhatnak csendesen magukban, azért, hogy megszabadulhassanak, hogy dicsőíthessük együtt Isten. Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam. Szavamat meghallá templomból, és kiáltásom eljutott fülében. Mikor kiáltott? A szükségben kiáltott az Úrhoz. Honnan kiáltott? A templomból. Nagy baj, testvéreim, hogy vannak emberek, akik otthon maradtak, nem jöttek el a templomban, a sátor templomban, és nem tudnak innen kiáltani az Úrhoz, hogy szabadítsa meg őket a kötelékekből. És milyen jó, hogyha az Úr megszabadít bennünket. Milyen jó az, testvéreim, hogyha úgy megyünk haza, hogy szabad az életünk, és kimondhatjuk ezt a csodálatos szót, hogy szeretlek én. Hát imádkozunk ezért, és egy néhány testvért fogok megkérni, hogy imádkozzon. Egy ünnepi alkalom ez a mai délőtt, amikor négy fehér ruhás van itt közöttünk, akik az Úr Jézusba vetett hitüket fogják elpecsételni, arról fognak bizonyságot tenni a bemerítés vizében. Ennek a ma délőtti istentiszteletnek a lefolyása az úgy fog történni, hogy bizonyságtevéseket hallgatunk meg először, azután pedig a Kőszegi Dániel testvér részéről fogjuk az igehirdetést meghallgatni. Köszöntjük nagyon sok szeretettel közöttünk, és ez már szinte egy ilyen hagyomány, hogy amikor bemerítési alkalom van, akkor a Dániel testvér itt van közöttünk, és emlékezetesek azok az igei üzenetek, amelyeket átadott nekünk. Ilyen alkalmakkor kérjük a Jóatya áldását Dániel testvérünknek az életére, a munkájára. Nagyon sokat köszönhetünk őneki. Abban a tekintetben, hogy a cigány misszió működhet és előmenetele van itt a mi vidékünkön is. Azonban a dicsőség az mindenek fölött Istené, és őneki adjuk a dicsőséget. Az igehirdetés után fog majd következni a bemerítésnek az aktusa, azután pedig a kézrátétellel való imádkozás.
Egy éneket fogunk énekelni, vagy meghallgatni testvéreinktől, azután pedig az Erika testvérnőnek a bizonyságtételét fogjuk meghallgatni. Anyagt az ágyban, fáradt voltam, dolgozni voltam.
életfeküdtem, én elaludtam. Éjjel egy fél kettő fele volt, hogy gyanúm, hogy élj hozzám, szól álmomba valaki. Állj fel, is akarok mondani valamit. Szóval én meglepő voltam, hogy ki lehet az, aki engem megszólít, mert én úgy álmodtam, bár akármit, így féltem. És akkor nem féltem, hanem még olyan örömmel teli voltam. És én felültem az ágy szélére, és összetettem a kezem, és magamban mondtam, uram, ki lehet ez, aki ennyi hozzám szólt, hogy én nem félek eddig, bár akár, hogy álmodtam, én féltem. És akkor, és korunk előtt láttam egy fehér fény, a váltó lefele. Ez a fehér fény annyit mondott csak nekem, jöjj, kövess, mert már nincs a kegyelem. Én akkor én egy olyan örömöt kaptam, egy boldogságot, azt én másnap is véreménés, kivel hogy álljak le beszélgetni, csak jöttem, mentem, én nem abban törögtem, hogy egy készüljet férjemnek a kerecségére, nem én annak törögtem, hogy én hogy menjek el, de a rokonsorom végét. El is mondtam volna, itten, mi köztünk a cigányoknak nem is. Ugye ezt szeretném mondani majd a bizonságomban, és én nem tehetem akkor helyten bizonságot. Ez már annyira indított az okosvérem, hogy nem tudtam magamba tartani. És elmondtam testvéreim. De hálát adok az Úrnak, hogy engemet is elhív. Szeretném testvéreim nektek is, még akik nem fogadtátok el az Urat, fogadjátok el még ma az Úr Jézus, mert nem bánjátok. Az Úr a jó járni, testvérem. Nem biztos, hogy még elérjük a hónapi napot, vagy hogy még ki tudunk innen menni, testvéreim. Szívükére mindegyiknek, testvéreim. Köszönöm, hogy meghallgattak az Úr Jézus nevét. Egy újabb éneket fogunk meghallgatni, kérjük a testvéreinket, és azután meghallgatjuk az Erika testvérnő férjének, a Tibor testvérnek a bizonyságtevését. Vagyok most, Uram, hozzád szájában, tudom.
szívemben, hála van a szívemben, testvérem, hogy itt vagyunk. És köszöntöm az Úr Jézus Krisztus, hogy meghallgatta a mi imánkat, hiszen sok testvérek, aki már megvannak példe, erre várnak. Erre vártam én is. 2 éven keresztül, testvéreim, augusztus 8-án, amúgy 2 év, hogy én is bemenekeztem. Legyen áldott az Úr Jézus nevem, hogy megtanált engemet is, és így megtanált az én feleségemet is. Testvéreim, hadd mutatkozzak be. Tétény pápai Tibor vagyok. 5 gyerekkel áldott meg engemet az Úr Jézus Krisztus, hallottátok feleségemnek a bizonságját. Van 3 fiam, mert van 2 leányom. Testvéreim, hadd mondjam el én is a megtérésemet, röviden szeretném. Én, amikor voltak testvéreim, apámék, felesége, családjai, elindultak az Úr Jézus követésére, hogy milyen is meghaladták, hogy elmentek, hiszen ők voltak az elsők, aki elindult az Úr Jézusnak az útjára, meg elmentek sokan innen. Amikor elmentek, és én az ablakon néztem kifele, és úgy néztem rájuk, mint azt mondtam, na én nem leszek hívő, na én nem leszek olyan papírhívő. Testvéreim, volt egy testvérem, Imán ismert az Úr Jézus Krisztust. Évi testvér volt, sokan ismerik. Eljött nálam, és azt mondta nekem, hiszen tudjátok, hogy jött az Úr Jézus Krisztussal. Hiszen ő hozta. Azt mondta nekem, hogy nem megyek el Selindre az evangelizálása. Azt mondtam, nem tudom, de jó lenne elmenni, de én nem valahol a szándékkal megyek, hogy megyek gyülekezetbe. Nem valahol a szándékkal, hiszen volt barátaim sokan ott is, hiszen azért mentem oda, nézem, hogy milyen a hívünk. Én nem azért mentem, hogy megtérjem. Tudtam, hogy Isten van, de az nem tudtam, hogy ennyire segít. Ahogyan megtapasztaltam 2 éven keresztül. Testvéreim, elmentem, gyülekezet környékén cigarettáztam. Eldugtam, veszekedtem a többi barátaimmal. Volt egy Gézunak héták, jól tudott gitározni, és visszafordult, hiszen az ördög elcsábította. Szóval voltunk, hogy lesz egy énekesünk, lesz egy gitárosunk, de tudjunk, hogy egy napon, ahogy megtapasztalt az Úr Jézus, úgyis így is visszajönni fog. És dicséressünk az Úr Jézus Krisztus elhanggal. Testvéreim, és azon a törnyéken én cigarettáztam, és még veszekedtem vele, hogy adj nekem, szíjak én is. Testvéreim, mentem a vécébe, szíjtam, voltam ott, látták a többi testvérek, és azt mondták nekem az egyik, az Úr Jézus könyörüljön meg rajtam. Én meg azt mondtam, könyörüljön meg csak te rajtad. Testvéreim, akkor a nap, akkor a délután, csak ugyan az Úr Jézus megkönnyörült rajtam. Megkönnyörült rajtam az Úr Jézus, amikor látta, hogy cigarettázok az a testvérem. És akkor, mint tudjátok, elsőségünk volt, mint vendégeknek odaálltunk, és mi csináljunk bizonságot az Úr Jézus Krisztusért. Milyen bizonságot tegyek én, mint aki nem ismert az Úr Jézus Krisztust? Mit mondjak én? Hát, én ha nem ismertem az Úr Jézus Krisztust. Tudtam, hogy Isten van, jártam templomba, de Isten honnan? Nem volt a szívem. Nem volt a lelkemben. Nem jártam vele. Testvéreim, akkor felálltam, de nem én. Higgyétek el nekem,
nem én ül álltam fel a székről. Meglepetés volt nekem az a számomra, amikor meg felállított valamit, én vissza akartam ülni saját magam eremtől. Le akartam vissza, de nem tudtam, hanem az Úr Jézus Krisztus, most már tudom, most már megértem, hogy ő volt ottan, és ő felállított a székről, néztem jobbra, néztem balra. Testvérem, nem tudom megmondani, és elindul az evangelizálásom. Február 12-én volt, 3 éve, hogy ott voltam. És én amikor ott álltam, most már én kell mondjak valamit. Már most már olyan nincsen, hogy én nem mondjak valamit. Testvéreim, nem tudom, lehet többen voltunk, de voltunk egy 7-800-an. Mikor ott voltunk, azt mondják, teli voltunk nagyon. Testvérem, engem csak mindenkem néztek. És el kellett mondjam, hogy Istent én nem ismertem, jártam református templomban, de csak azért, hogy mentek a többi barátaim is. Testvérem, attól kezdve, február 12-én szombati nap volt, másnap itt volt nálunk gyülekezet, hiszen tudjátok, ott volt, ahol volt régen a kocsma. De az Úr Jézus jött és letörte, hogy most imaház volt ottan, és ott értünk meg sokan. Ledinálott az Úr Jézus Krisztus. 11-en merítkeztünk be. Testvéreim, és evel a dolgokkal álltunk szóba, hogy 11-en voltunk a bemerítésen, augusztus 8-án. Megáldott minket, jött Isten is, megvizsgált a mi szívünket, és átadtunk az Úr Jézus Krisztusnak a mi szívünket. Testvéreim, én erre szeretnének bátorítani a benneteket, hogy aki még nem adta át az ő életét, adja át az Úr Jézus Krisztusnak. Próbáljátok, én érünk Jézus Krisztust, nézitek meg vele, hogy jó járni. Én tudom, és meg vagyok győződve, hogy aki már átadta az Úr Jézus Krisztusnak az ő életét, nem cselekedett. Mert én sem. Testvérem, nem hogy már készen lennék, vagy már nem hogy már tökéletes vagyok, nem, hanem van egy célom. Van egy célom, egyenesen nézze, neki dőlök, és egyenesen nézek az Úr Jézus Krisztus fele. És tudom, hogyha egyenesen nézek az Úr Jézus Krisztus fele, tudom, hogy az Úr Jézus Krisztus megsegít mindazokat, aki előre néz. Testvéreim, adjátok át magatokat az Úr Jézus Krisztusnak, nézzétek meg, hogy jó vele járni. Jó vele járni. Hiszen ő szabadít meg minket mindentől. Testvéreim, ő az orvosoknak az orvosa. Én tudom, hogy nem hiába vagyunk itt sokan, azért jövünk ide, meg azért jöttünk a legtöbben, mert szomjazunk az Úr Jézus Krisztust. Akarunk hallani az Úr Jézus Krisztusról, hogy milyen jó vele. Sokan megtapasztáltátok az Úr Jézus Krisztusnak a szeretetét, békességet. Testvéreim, döntsetek ma az Úr Jézus Krisztus mellett. Nézzétek meg, hogy nem bánjátok meg. Testvéreim, én tudok sok áldást, sok egészséget az Úr Jézus Krisztustól, hogy minden szívvel bemenjen, és avval legyetek. Köszönöm, testvéreim, meghallgattatok az Úr Jézus nevében. Köszönjük szépen a bizonyságtevéseket, egy éneket fogunk énekelni, és azután pedig az igehirdetés szolgálata fog következni. Kérünk mindenkit, hogy tisztelettel hallgassuk Isten igéjét, és figyelmes szívvel, mert Isten igéje az nekünk szól, Isten az üzenetet nekünk küldi, akik itt vagyunk ebben a sátortemplomban, ezen a déllőttön. Tehát teljes figyelemmel és tisztelettel hallgassuk majd Isten igéjét, amit Kőszegi Dániel testvér fog majd hirdetni. Thank you.
a testvéreim, nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és hadd legyek most egy kicsit diszkriminatív, a cigány testvéreket egy kicsit nagyobb szeretettel. És remélem, hogy ezért a fehérbőrűek nem fognak most megharagudni, azért vannak, hogy látom, szép számmal itt magyar testvérek is. És azért a cigány testvéreket nagyobb szeretettel egy kicsit, mert úgy látom, hogy az elmúlt években a Szentlélek Isten valami különös szeretettel fordul a cigányság felé, és az engem annyira meghat, mert látom azt, hogy az Úrnak egy kegyelmi időszaka van a cigányok irányába, és hívja az Úr, és ők mozdulnak meg manapság jobban. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a cigányok között egy ébredést látok, amiért nagyon hálás vagyok a Jóistennek, és hiszem, hogy ez a mai nap is ennek az ébredésnek egy picike kis részecskéje lehet majd. Vegyük elő most a Bibliánkat, és olvassuk el a mai kettő rövid kis igeversünket, Zsoltárok könyve 115. részének 9-es versét fogom, majd pedig a János evangéliumából egyetlen igeverset. Tehát a Zsoltárok könyve 111. részének 9-es verse az új fordítás szerint így hangzik. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve. Az új szövetségi ígénk a János evangéliumából, a harmadik részből, ötödik vers így hangzik, felelt Jézus. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Eddig van az ige, foglalja helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, ma egy ünnepi alkalmon vagyunk együtt, és ennek az ünnepnek az apropója, ez a négy drága fehér ruhás lélek, akik itt ülnek a széken. Ugye, különleges alkalom, miért? Mert ők ma szövetséget kötnek az Úrral. Még egyszer mondom, szövetséget. Nagy dolog. A szövetség, vagy mondhatnám úgy is, hogy egy szerződés, lehet, hogy nem pont ugyanaz azért a kettő, inkább úgy fogalmaznék, hogy hadd hasonlítsanak a két dolog egymásra, nem akarok én most itt filozofálni, de tény az, hogy a szövetségkötés, vagy a szerződéskötés minimum két oldal, ugye két fél kell hozzá. Én önmagammal nem tudok szövetséget kötni, tehát ugye, vagy szerződést kötni, vagy ha eladok nagyon egyszerű példát, hozok egy házat, ugye, akkor az én tulajdonom az a házak, kell egy másik fél a vevő, és úgy írjuk a szerződést, az egyik oldalon ugye a vevő van, ilyen és ilyen feltételekkel, ugye, másik oldalon az eladó van, amolyan feltételekkel, és a végén mind a kettő aláírja ezt a megállapodást. A szövetség azért egy kicsit magasabb rendű dolog, mint egy egyszerű adásvétel. Én csak példaként hoztam ezt elő. De ott is két fél van, valamiben megállapodnak, és a két fél valamilyen módon szignózza, aláírja ezt a szövetséget. És ma, amikor fehérruhás testvérek itt ülnek, akkor azt látjuk, hogy itt valami szövetség aláírása fog készülni ezen a mai napon. Valami csodálatos dolog, ráadásul a másik oldalon nem is a lelkipásztor testvér áll, vagy nem is valamilyen ember, vagy igehirdető, vagy zenész, nem, sokkal komolyabb. Az Úr áll a másik oldalon. A szövetség kötés másik oldalon. És ez csodálatos dolog. A Szentlélek Isten, aki ma is velünk van, jelen van itt ebben a sátorban, mint az élő Isten harmadik drága személyisége, akit pünkösd óta ugye mondhatjuk, hogy ő a miénk, és ő itt van közöttünk, hisz ígéretünk van, ha csak ketten vagy hárman is emberünk, akkor már, és most nem annyian vagyunk. Tehát az Úr szava szerint is tudhatjuk, hogy ez a drága Szentlélek Isten itt van, és ő az, aki majd aláírja ezt a szerződést. És a szerződés azért nagyon komoly, mert ez túlmutat még a koporsón is. Mi emberek meg tudunk írni szerződést, és a legjobb esetben is meddig tart? Hát amíg élünk. Hát ha meghal valaki, utána már okafogyottá válik egy szerződés, ugye? Akkor már nincs miről beszélni tovább. De az Istennel kötött szerződés örökkön örökké való. Miért? Mert a másik fél is örökkön örökké való. Az Isten, aki azt aláírja, aki azt szignózza. Ráadásul nem is akármilyen tintával írja alá, ahogy az igéből olvassuk, hanem drága, szent vére. Vérrel írja alá. A Jézus Krisztus vérével írja alá ma ennek a négy léleknek a szerződés kötését. És ilyen a sátán nem tud mit tenni, csak hátra kell neki húzódni. Nincs mi beszélni, ott már nem tud belelépni ebbe a szerződésbe, mert semmi köze hozzá. Miért? Mert Áron vétettetek meg.
szenvedélyeket. Drága áron, mégpedig a Krisztus Jézus. És ma, ezen a napon, erről a szerződésről beszélünk. És egy kicsikét a biblikus történetben visszanézünk, akkor elővehetjük mondjuk a Mózes első könyvének történetméből a 15-ös részben leírtakat, amikor Isten először kiválaszt egy embert a népek közül, úgy hívták, hogy Ábrám, és ezt az emberrel szövetséget köt. Érdemes egy picit megvizsgálni a körülményeket, hogy hogyan is történik ez. Azt mondja Ábrámnak, hogy én szövetséget akarok veled kötni, és ígéreteket tesz neki az Úr. De mit csinál Ábrám? Ha tetszenek, visszaemlékezni az ígére, nem akarom végigolvasni, csak elmondom a lényegét. Kimegy a pusztába, mert ugye egy vándorló, kis törzs volt, egy több pár száz fős katonáival, szolgáival, stb. Jószágaival. És bizonyos jószágokat kiválaszt áldozatnak, kiviszi magával az Úr elé, és egyedül van, és ezeket az állatokat ugye feláldozza, ketté vágja, így írja az ige, ketté vágja a kecskét, meg aztán különböző jószágokat, kis galambot is, és két felé teszi a pusztába, leteszi így a homokra. Így írja az ige, hogy az egyik felét a jószágnak bal kéz felől teszi, amit átvágott, másik felé, jobb kéz felé, és egy utat hagy az áldozati állatok között. És várja, hogy jöjjön az Úr a szerződés kötésre. Tessék elolvasni majd otthon az igét. És este száll le, és úgy írja az ige, hogy rettenet száll Ábrahámra. Elalszik, és valami rémes álma van, és ebben az álomban az Úr megmutatja neki az utódainak a jövőjét. Mert akkor még Ábrahám egy öregedő ember, egész komolyan öregszik már, talán 80-90 éves, pontosan nem tudom, és még azt ígéri neki az Úr, hogy nagy néppé teszlek téged, és itt a szerződésben is, amit itt az ominózus alkalommal is kötve az Úr, megint megígéri, hogy nagy néppé teszlek, ha megszámlálhatod a csillagokat, annyi lesz a te utódodnak a száma. És úgy olvassuk az igébe, hogy Ábrahám elhiszi Istennek. Nincs még utóda, de elhiszi Istennek. Miért? Mert az Isten mondta neki. Azért. És akkor látja az utódainak a jövőjét. Mondja neki az Úr, hogy 400 évig rabszolga lesz Egyiptomba a te utódod, a te utódaid. De én kiszabadítom hatalmas kézzel. És az én szövetségemet örökre megtartom is. Szeretném most a gyülekezet előtt ezt kihangsúlyozni, hogy örökre megtartom a szövetséget, amit veled kötök. És Ábrahám alszik, és egy alvó emberrel Isten szövetséget ölni. Hogyan lehet egy alvó emberrel szövetséget ölni? Kérdezlek benneteket. Hát úgy, hogy Isten önmagára esküszik. Elaltatja Ábrahámot. Egy ember az bizonytalan. Egy ember az ingatag lehet. Még akkor is, ha Ábrahámról van szó. Egy emberben lehet valami hiba, valami döccenő, valami, ami nem úgy sikerül az élet során, sőt, az évszázadok során, amit most Izrael népe történelmére gondolok, de Isten nem ingatag. Ami szövetséget kötő, biztosra megy, és azt mondja, hogy akkor önmagára esküszök. Ábrahám pedig ott van, mint másik fél, aludva a szövetségkötés alatt. És közben látja az ő népének a jövendőjét, jövendő sorsát. Isten önmagára esküszik, nem változik meg. És ebben a konstans isteni változhatatlanságban olvashatjuk az ígét, amit most az előbb a gyülekezet számára felolvastam. Ezt már évezredekkel később a Zsoltáros mondja el, mert ugye tudjuk, hogy az ábrahámi szövetségkötés, amiről most beszéltem, az a mostantól számított kb. 4500 évvel ezelőtt történt. Gondoljuk bele, milyen hosszú ez az idő, hogyha a magyar történelmet 1000 éve ismerjük. István király durván 1000 évvel ezelőtt ugye élt, akkor alapította a magyar államot. Hát ez 4,5-szer annyi idő visszafelé a történelemben, rettentő hosszú. És azt írja a Zsoltáros, az Isten szövetségéről, gondoskodott népe megváltásáról örökre elrendelte szövetség. Isten, aki magára esküszik, miközben Ábrahámmal esküszik, örökre rendeli el. Változhat a történelem, változhat a világ, változhat az emberek gondolkodása, de az Isten gondolkodása nem változik.
hadd hozzak egy kedves, szép újszövetségi igét ezzel kapcsolatban, mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai. Más szóval van, más folytás, mert visszavonhatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása. Mert amikor egy valakit megbíz az Úr, egy lelkipásztort, vagy egy szolgáját és szövetséget köt vele, vagy ezt a négy testvért, aki itt ül most, Isten soha azt a megbízást, semmilyen körülmények között azt a szövetséget nem másítja meg. És ezt szeretném ma megérteni a gyülekezet, hogy Izrael népe életében is Isten a mai napig sem, és a jövőre nézve sem fogja megváltoztatni az ő eltervezett, drága szövetséget. Változtatott Izrael, védkezhetett nagyon sokszor a történelem során, ezért az Úr megharagudhatott, szétszórhatta őket, és így tovább. De látjuk, hogy a szemünk látára összegyűjti, látjuk, hogy a szemünk látára a fügefa újra zsendül, ahogy a Máté 24-ben olvashatjuk, akkor már tudjuk, hogy közel a nyár az, hogy Jézus Krisztus eljövetele közel van, és a pogányok száma betelik, lásd cigány nép, hamarosan betelik a cigányságnak is ez a lehetősége, amit ma élünk és ma örülünk neki, de Isten nem változik az ő szövetségét illetően. És hogyha ezekről a szövetségekről beszélünk még, akkor látjuk, hogy amit a zsidó népnek adott, most a szemünk látára tudnék órákig arról beszélni, hogy mit jelent ma a történelemben ezeknek a dolgoknak a megvalósulása. És igenis az Úr megáldja Izraelt, és összeszedte már, és még inkább meg fog erősíteni minden harca, minden mondja ellenére. És ma Izrael népének óriási erőt ad pont ez az ige, amiről most én beszéltem, hogy Ábrahámnak mit is ígért az Úr. Azt ígérte meg, egyetlen ige versét, hadd olvassam az emlegetett igének. E napon kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal, mondván, a te magodnak adom ezt a földet Egyiptom folyóvizétől fogva, a nagy folyói, az Eufrátesz folyóvizé. Izrael hiszette. A mai Izrael is hiszette. Azért harcolják. Azért élnek ott, ma, palesztin földön. Visszamentek a hazájukba 2000 év után, nincs ilyen a történelemben sehol, egyetlen éppen sem, hogy 2000 éves szétszóltás után visszajöjjenek, és a nyelvüket újra felmegyek, és újra kezdjenek éberül beszélni. Egy olyan nyelven, amit már elfelejtettek, hiszen már nemzedékről nemzedékre nem használták. És mégis megmaradt bizonyos diaszpórákban, bizonyos professzorok által ez a nyelv valamilyen módon, és most újra élik, és újra asztalítják, és újra beszélik az izraeli egyetemeket. És az egész Izrael törvény. Isten nem hazudik. Mi emberileg el se tudjuk képzelni, mit jelent az Isten szövetsége, hogy az konstans, hogy az ég és a föld elmúlnak, de hogy van a Máté 24-ben, az én beszédeim soha el nem múlnak. És hogyha az Úr szövetséget kötött, akkor az a szövetség az ő részéről, halljátok fejlővel testvére, az Isten részéről, a ma aláírandó szövetség soha el nem múl. Te meg tudod szegni. Te semmibe tudod nézni, te át tudod hágni, de Isten sose fogja visszavonni azt a szövetséget, amelyet ma veled kötni készül. És picit jöjjünk a mai világunkba még közelebb. Az új szövetség korában, mikor az Úr Jézust keresztre feszítették, és a kárpit ketté hasat, emlékszünk a történetre, ugyebár csodálatosan fémjelzi, hogy kinyitott az Isten egy hatalmas kaput, az egész világ számára az üdvösség nagy kapuját, és ma már nem csak az Izrael népének adatik a kegyelem, hanem ezzel a nyitott kapuval mindenkinek ma itt, Félegyházen, a cigányok is. A cigányok is. És akkor eljutottunk oda, hogy egy aranyos kis újszövetségi történetben egy professzor este csendbe titokban oda megy az Úr Jézushoz, és azt kérdezi, hogy Uram, hát látjuk, hogy amit te teszel, az nem lehet másképpen, én csak az Isten erejével. Hát mondd meg, hogy mit kell cselekedni a földből. És ez a Nikodémus nevű professzornak az ő is elmondja, hogy bizony mondom néked, hogy aki nem születik újra víztől és lélektől, az nem látja meg az Isten ezeket. Az új szövetség drága szövetségkötése.
Az előbb beszéltem egy ábrahámi szövetségkötésről, ahol Isten magára esküszik, hogy amit ő ígért, az be fogja tartani Ábrahámnak és az ő utódainak. Most Nikodémusznál láthatjuk, az új szövetség emberénél, az Úr Jézus drága szövetségének jegyeit, hogyan? Víztől és lélektől. Aki nem születik így, annak csak a koporsóig tart testőre. Nincs tovább. Nincs élet tovább. Csak halál. De pontosan erről szól az Isten szövetség kötése, hogy te ne az örök halált kövessed, és neked ne csak a koporsóig tartson, hanem az örökkévaló Istenből egy kis darabot, egy valami csodálatos titkot kapjak meg, amikor szövetséget köt velem. Hogy hívják ezt a titkot? Az újjászületés titkát. Mi történik ebben az újjászületésben? Az élő Istenből, Jézus Krisztusból egy picike darab ide beültetődik a szívembe. Így, ahogy most mondom nektek. Beültetődik a szívembe. És az, hogy Jézus Krisztus beköltözött a szívembe, mi költözik? Ki költözik be? Az élet. Az élet. De melyik élet? Ami tovább visz a koporson túlra. Pál apostol így fogalmaz, hogy ugyanaz a lélek, aki által az Atya föltámasztotta Jézus Krisztust. A föltámadás napján, ugye? Húsvétkor. Ugyanaz a lélek fog minket is föltámasztani a ma napon. És ez a lélek az az, hogy a Szentlélek Isten, micsoda? Záloga a mi föltámadásunknak. Itt van a szívünkbe. Tehát ez a csoda, hogy Jézus Krisztus befogadtam, ezzel nem, ezzel Jézus Krisztussal együtt mi fogadtam még be? Egy más emberé lettem, újjá lettem szülve, és az újjá született ember már nem az, mint a régi, mások a cselekedetei, másképp beszél. Péterről azt mondták még a tűznél, és emlékezzetek vissza, hogy hát még a beszéded is elárult téged, hogy ezzel a Jézussal jártál. Emlékszünk. Újjá szül minket az Úr? És ezzel az újjászületésben az élet költözik meg. És amikor majd eljön az egyszer az ideje annak, hogy a biológiai élet ciklusunk lezárul, és a mi testünket eltemetik, ami szeretteink, rokonaink majd a földbe, akkor testvérünk, a mi lelkünk, a mi szellemünk, hogy pontosabban fejezem ki. Az Úr Jézus Krisztussal, az ő lelkével együtt elmegy abba az irányba, ahol az Úr van. Miért? Mert ő adja nekem az életet. De ez kell egy szövetségkötés! Ezt szeretném, ha megértenék ma, hogy akinek nincsen szövetség az élő Istennel, annak örök élete sincsen. És szövetségkötés nélkül semmi közöm nincs ő hozzá. És akkor még egyszer, ha hivatkozok arra, erre a drága felolvasott igére, amit Nikodémusznak mond az Úr Jézus Krisztus, szükség néked újjá születned. Hogyan? Víztől és lélektől. És akkor már most megkezdtük ide a sámból. Mit mond az Úr? Víztől és lélektől. Mi van ebben a rendszerben, testvéreim? Víz. Mit teszünk most mindjárt ezekkel a testvérekkel? Megkérdezi majd a lelkipásztor, testvéreim, testvérem, hogy komolyan gondolod? Milyen hitvallásod van? És ezek a testvérek hangosan el fogják mondani, hogy igen vagy nem. Nagyon szép dolog az, hogyha a szülő a pici gyermeket, a kicsi babát, a tudatlan kisbabát oda viszi, hogy kereszteljék meg. Csak a szülő részéről ez nagyon szép dolog, egy jó motiváció, hogy igen, én szeretném, hogy az Isten áldása rajta legyen a gyermekemen, és ez egy helyes dolog, egy nagyon jó dolog. Csak az a gyermek nem tudja még eldönteni. Majd később, mikor megnő, majd akkor dönt, hogy most én melyik utat választom, a világ útját, az ördögét, vagy az Istennek az útját. Ez nagyon fontos dolog. Szövetséget olyannal lehet kötni, aki a tudatánál van. Aki döntőképes a saját sorsa felől. Ez még a jobban is így van mindenütt. Egy tudatlan gyermekkel nem lett szövetség. Ez a mai nap viszont egy szövetségkötésről beszél. A bemerítkezés szövetségkötés az Istennel. Szövetségkötés, ahogy így mondja, bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől. Hadd emlékeztessen testvéreimet arra az igére, keresztelő János mond, én ugyan hogyan keresztelek titeket? Vízzel. Aki utánam jön, erősebb nálamnál, akinek nem vagyok méltó, hadd fordítsam a mi nyelvünkre, hogy a cipőke füzőjét bekössem, arra nem vagyok méltó. Saruljának szíját meg. Ő hogyan keresztelek?
Szentlélekkel és tűzzel. Megint a szövetségkötés két oldalát láthatjuk a szerződés végén. Aláírja az egyik fél, aláírja a másik fél. Az egyik fél a vízzel, az ember. Meg tudom tenni? Igen. Ide tudom hozni a vizet? Igen. Bele tudok menni a vízbe? Igen. Ez az emberi rész. El tudom magam kötelezni az Úr Jézus irányába? Életem végéig mondhatom, azt most fogadhatom itt a testvérek előtt, a rokonaim előtt, hogy Úr Jézus, én mártok kezet, téged követlek? Amíg élek? Meg tudom tenni? Igen. Ez az ember része. És most, amikor a testvéreim lépni fognak, akkor ők az emberi részt fogják megtenni. De azt mondja erre János, hogy ez az, amit én tehetek veletek, mert én ember vagyok, de aki utánam jön, nagyobb nálam, és ő mivel keresztel? Hogyan írja alá? Szentlélekkel és tűzzel. És ez a drága aláírás, most is jelenlévő Szentlélek Isten privilégiuma, hogy ő a te életedet, a te életedben ezt a szerződéskötés aláírja, vagy sem. Hadd emlékeztessek most az elmondott igére. Ábrahámnál ott van az Úr, és ő magára esküszik, hogy ő végig viszi azt, amit megígért Ábrahám. És látjuk ma 4,5 ezer év távlatában történelem viharait, mindent látva, és a jelenlegi történelmi tényeket is látva, hogy Isten beváltja az ő ígéretét, mert összeszedte Izraelt, egybegyűjtötte, országot visszaadta nekik, és megőrzi és fejleszti. Sok embernek nem tetszik ez. Istennek tetszik. Úgy látszik, Istennek miért csak tetszik. Hála az Úrnak, legyen áldott érte. Isten ma az ő Szent Lélek által ugyanígy itt van, és mi azért fogunk könyörögni, amikor majd testvéreim imádkozni fog az én testvéreim bemerítése után, hogy Uram, áld meg őket, mivel? Szent Lélekkel. Azaz, hogy Uram, ezt a szerződéskötést te is írd alá. Ne csak mi, az emberi oldalt a vízzel, hanem te lélekkel, Szent Lélekkel írd alá. És hogyha megtörténik ez a drága szövetségkötés ezen a mai napon, akkor testvéreim, milyen biztos tudatban lehetnek? Nekem szerződésem van az élő Istennel, szövetségem van az élő Istennel, amely szövetség örök életre szól. Nem koposolj, örökkön, örökké. Az Úr Jézus azt mondja a latornak, a jobb keze felől felkötött latornak, mit mond? Ma velem leszel a paradicsomban. Egy haldokló ember, aki tudja, hogy néhány óra hosszája van hátra, és semmi más lehetőség nincs, mert meg fog hallani, hogy Uram, emlékezz meg rólam, mondja ő, ha visszajössz a te országod. Hát mi ez, hanem a hit? Mi ez, hanem a hitnek a kegyelme egy haldokló részéről, hogy majd amikor te visszajössz, mert te is mindjárt meg fogsz halni, mert már mindent közik az oldalában a lábát, meg a kezedből lábadból csorog a vér, meg fogsz halni. De nem csak a koporsai lát, tovább lát. Uram, ha visszajössz a te országodba, emlékezz meg rólam. És azt mondja az Úr, bizony mondom néked, velem leszel ma a paradicsomban. A kegyelembe fogadott. A nagyon bűnös, akit kegyelembe fogadott az Isten. A cigányságnak is ezt a drága szót mondja az Úr, hogy ti kegyelembe fogadottak vagytok mindannyian, akik elfogadjátok az Úr számotokra kinyújtott kegyelmi kezét. Na tehát, amikor bemerítést tartunk, akkor felnőtt emberek, tudatában lévő, felelősséggel bíró emberek válaszát várja az Úr, és várja a gyülekezet, az ő bizonyságtételt. Igen vagy sem. És ennek a szerződéskötésnek most tanúi lehetünk itt a gyülekezetben ülő emberek, hogy ezekkel a négy emberrel, ezzel a négy lélekkel az Úr hogyan köt szövetséget. És láthatjuk azt, hogy a víztől, és utána majd, amikor imádkozik a testvérünk a lelkekért, akkor a Szent Lélektől hogyan van ez a fényvágypecsételve. Neked van-e ilyen szerződéskötésed már az Úrral? Neked alá van-e írva a szívedbe? Itt. Ez a szerződés. Ha nincs, akkor csak a koporsóiban életed, tovább nincs. Ha alá van írva, akkor örökkön örökké van életed. És nagyon nem mindent, testvérem. Nagyon nem mindent. Micsoda kegyelem volt a latortól tovább látni a keresztfánál.
az örökké valóságét. Bizony mondom néked, ma velem veszel a kalicsot. Az ígéret. Mert Isten azt mondta, ami túllát a halálon. Drága testvéreim, adja meg az ő kegyelemből, elsősorban ennek a négy testvéremnek, hogy ők tartsák meg a szövetséget, az Istennel kötött szövetséget, mert az Úr részéről biztos, hogy nincs visszalépés. Hallottuk, láttuk itt az elmondott igében. Ő nem másítja meg a szavát. Akit ő elhívott, azt ő örökre elhívta. És titeket is ezen a mai napon örökre elhívott. Itt nektek kell betartani. Nektek kell vigyázni, amíg éltek ezen a földön, hogy megtartsátok az Úrnak tett ígéreteket. Legyen kegyelmes az Úr, és legyen abban is kegyelmes, hogy a Szentlélek Isten írja rá az Úr nevét, a ti szívetekre, egy csodálatos nevet, és ebben is olvasunk a Jelenések könyvében. Új nevet kap az, ugye, aki az Úré, és aki megkapta az üdvösséget. Hát ezt az új nevet írja rá az Úr, az ő drága ujjával, a lélek által a ti szívetekre. Amen. Egy éneket Thank you.
Megkérem a bemerítkezőket, hogy álljanak fel, a gyülekezetet pedig kérem szeretettel, hogy figyelemmel kövesse a következő pillanatokat, és amíg a bemerítés tart, megkérek mindenkit, hogy a helyén maradjon, ne jöjjünk ide előre, ne legyen itt tumultus, hanem ennek a felemelő pillanatnak adjuk meg a kellő tiszteletet, itt a gyülekezetben és úgy, mint Isten színe előtt. Egy néhány igeverset fogok olvasni, amelyeket elsősorban fehérruhás testvéreimhez intézem, de az egész gyülekezethez is szólnak ezek az igék, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből a 37-es verstől kezdve a 39-es igeversig. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszol. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Amen. Hallottunk arról az előbb az ige hirdetésben, hogy az ember között és Isten között egy szövetségkötés történik, és ennek a szövetségkötésnek az emberek által látható, nyilvánvaló része az a része, amikor erről bizonyságot teszünk, amikor ezt kimutatjuk cselekedetben is, ez a bemerítés. Amikor megvalljuk azt emberek színe előtt és a mennyei seregek előtt, hogy a mi életünkbe, szívünkbe megtörténik Istennek az újjászülő munkája, fehérruhás testvéreim bizonyságot tettek erről mai napon és az előző estéken, hogy az életüket átadták Istennek, Isten átformálta őket, új teremtésekké, új emberekké lettek. És erről bizonyságot teszünk, mert ez egy olyan dolog, ami a szívünkbe történt, a lelkünkbe történt, de amikor a bemerítés vizébe megyünk, akkor a víz alá merüléssel és a vízből való felemelkedéssel bizonyságot teszünk arról, hogy volt egy régi életünk, az elmúlt, az a halálba került, és felemelkedünk, felkelünk, feltámadunk az ige szavaival egy új életre. És amikor ez megtörténik, ennek a következménye, ennek az áldása az, amit mond az apostol, hogy megkapjátok a Szentlélek ajándékát, aki segít nekünk a hívő élet útján tovább haladni. Az ige bátorítólag szól a fehér ruhásokhoz és azokhoz is, akik most, mint hallgatók, vannak itt jelen. Azt mondja az apostol, mert tiétek az ígéret. Testvéreim, Isten ígérete a tiétek. Istennek az a megváltozhatatlan szövetsége, amiről hallottunk az előbb, a tiétek. Örüljetek neki. De azt is mondja tovább az ige, a ti gyermekeiteké, a ti családotoké, akik elfogadják az Urat, és azoké is, akik most még távol vannak, de akiket elhív, vagy el fog hívni ezután még magának az Úr. Miénk az ígéret, és azoké, akik még távol vannak. Istenné legyen a dicsőség, és hálát adunk Istennek azért, mert a kegyelmi időben ez még fennáll, ez még így valóság, ahogy olvastuk az igében. Tehát mielőtt a bemerítés vizében való bizonyságtételünk, ami hitünkről, az Úr Jézus követéséről megtörténne, hadd intézzek hozzátok, fehérruhás testvéreim, testvérnőim, egy néhány kérdést, amiben a bennetek levő meggyőződésről fogtok vallást tenni. Elmondom a kérdéseket, és ti pedig válaszoltok rá a szívetekbe levő meggyőződés szerint. Hisszük, hogy van egy élő, örök Isten, aki végtelenül bölcs, mindenható, mindenütt jelen való, aki atyának, fiúnak és Szentléleknek jelentette ki magát, aki egyedül méltó hódolatunkra és engedelmességünkre. Hiszitek ezt? Hisszük, hogy a Szentírás Isten kinyilatkoztatott igéje, amelyből megismerhetjük Istent és az üdvösségre vezető útat. Hiszitek ezt?
Hisszük, hogy az ember Isten teremtette, saját képmására, de az ember bűnbe esett, elszakadva Istentől. A bűnös ember megváltása kegyelemből történik, Krisztus kereszthalála által. A megváltottak alkotják az új szövetségi gyülekezeteket, ezek részei az egyetemes egyháznak, amelynek feje Krisztus. Hiszitek ezt? Valljátok, hogy ezt az üdvözítő kegyelmet elfogadtátok, és Krisztus a ti személyes megváltótok? Ígéritek, hogy Krisztust hűséggel fogjátok követni megpróbáltatások, kísértések vagy üldöztetések között is? Hogy a ti igenetek az igen legyen, és ez meg legyen pecsételve Isten és emberek színe előtt a bemerítés hullámaiban fogjuk ezt elvégezni, megpecsételni. Énekeljük azt az éneket, hogy eldőlt a szívemben, követem Jézust. Istenünk, édesatyánk, magasztalunk téged a kegyelemért, amelyet kiárasztottál rejánk. Köszönjük, hogy az evangélium nem hangzott hiába, hitfélegyházán sem. Köszönjük, hogy vannak olyanok, akik követni akarnak téged, akik engedelmeskedni akarnak neked. Istenünk, azt szeretnék, hogy a következő pillanatok, a bemerítésnek a mozzanata legyen egy élő bizonyságtevés, és legyen a te nevednek dicsőítésére, magasztalására. Amen. Árpád testvérem, egy szívet adok majd nékik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és húsz szívet adok nékik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák, és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Árpád testvér, hiszed-e, hogy az Úr Jézus Krisztus az Isten fia és a te személyes megváltó? A te hited és vallástételed alapján bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kölin testvérünk, hogyan tarthatja meg tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet.
Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Kölin testvér, hiszed-e, hogy az Úr Jézus Krisztus az Isten fia és a te személyes megváltó? Igen, Isten. A te hited és vallástételed alapján bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kámi testvérnő, útaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Kámi testvérnő, hiszed-e azt, hogy az Úr Jézus Krisztus az Isten fia és a te személyes megváltód? A te hited és vallástételed alapján alámerítelek téged, az Atya, a Fiú és a Szentléleknek nevében. Amen. Erika testvérünk, Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Erika testvérünk, hiszed-e azt, hogy az Úr Jézus Krisztus az Isten fia és a te személyes megváltó? A te hited és vallástételed alapján alámerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Amen. Te vagy Jézus, a Krisztus, magasztalunk téged azért, mert ezen a mai napon a te nevedet emelhettük fel. Köszönjük, hogy adtál kegyelmet nekünk, és köszönjük Istenünk, hogy ez a négy fehér ruhás megpecsételhette az ő hitét. Úr Jézus, kérünk arra, hogy te adjál olyan embereket, olyan személyeket itt Véletházán még, akik az ő hitüket, fehér ruhások hitét és példáját követik majd. Kérünk, hogy gyarapítsd a te népedet, építsd a te országodat és a te anyaszent egyházadat, a te neved dicsőségére. Amen. Itt nem remény.
Egy néhány igét fogok olvasni, maradjunk addig így állva. Egy következő mozzanata fog következni ennek a mai ünnepi délelőttnek. Timóteushoz írott második levél első részéből a 6., 7. és 8. igeverset fogom elolvasni. Pálapostolnak Timóteushoz írott második levele, első rész, 6-os, 7-es és 8-as versét olvasom el, így hangzik ez az ige. Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rátétele által. Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józonságnak lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunk bizonyságtételét, sem engem az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért, Istennek hatalma szerint. Amen. Tessék helyet foglalni. Azt olvastuk az előbb az igében, hogy az Isten munkájának a mi életünkben van egy folyamata, és ez ott kezdődik, hogy megtörténik az életünkben a megtérés, az újjászületés, aztán ennek a bizonyságtevése a bemerítés vizében, és azt olvastuk az igében, hogy Isten pedig adja az ő szent lelkének az ajándékát azért, hogy akik elköteleztük magunkat, az emberi részünket megtettük, az Úr Jézus követése tekintetében Isten adja az ő erejét, adja az ő szent lelkének a jelenlétét, hogy mi megállhassunk, megmaradhassunk a hívő életnek az útján, és elérhessük a célunk. Amikor imádkozni fogunk most, akkor ennek az imádságnak az a lényege és az a célja, hogy Istent kérjük, hogy ezt a mozzanatot terjessze ki, erősítse meg a fehér ruhások frissen bemerítettek életében. Imádkozunk azért, hogy az ő szent lelke által az ő munkáját bontakoztassa ki és juttassa győzelmre a Krisztus napjára. Amikor ez az imádság fog történni, akkor én velem együtt az egész gyülekezet lélekbe imádkozzon, és kérjük Isten áldását, Isten kegyelmét a friss tagoknak az életére. Ez úgy fog történni ez a mozzanat, hogy az új tagok letérdelnek, a gyülekezet pedig feláll, és áhítatban fohászkodunk Istenhez mindannyian, amíg én hangosan fogok majd imádkozni. Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, Árpi testvérünkért, akit megszólítottál, aki az ő életét, szívét átadta neked, aki meglátta, megértette azt, hogy téged követni jó, téged követni érdemes, és a te követésed az örök életre visz, az örök életre vezető egyetlen út, hogyha hisz Jézus Krisztusban. Istenünk, köszönjük, hogy megerősítetted őt, megpróbáltatások, nehézségek közepette. Köszönjük, hogy munkálkodtál életében, családjában. Imádkozunk Istenünk azért, hogy a te szent lelked bő mértékét áraszt ki az ő életére, hogyha jönnek ezután még harcok, megpróbáltatások, egész biztosan, hogy jönnek, akkor tudjon győzedelmes lenni, tudjon ellene állni mindannak, ami az ördög munkája. Erősítsd őt meg, Uram, lelked által, hogy ne térjen se jobbra, se balra a keskeny útról. Ne tudja semmilyen nehézség vagy kísértés eltántorítani a hívő élettől, a gyülekezettől. Imádkozunk Istenünk azért, hogy a te kegyelmes munkádat folytasod az ő családja, tagjainak az életében, és mindannyiukat vonjad közel te magadhoz, munkálkodjál életükben, hogy mint a te követésed, hogy a te követésedben, mint egész család vehessenek részt, és a te országodban mehessenek mindannyian. Áld meg az ő életét, Urunk, gazdagon, és a hívő életútján vezessed őt előre. Amen. Jó atyánk, Kelin testvérünkért is a te színed elé jövünk. Köszönjük, hogy megszólítottad őt egészen fiatal korában, és köszönjük, hogy az ő szíve őszinteségével indult el a te útadon. Köszönjük Istenünk, hogy megsegítetted őt egészen idáig, hogy a bemerítést is vállalja, és akarja, és akarjon te veled élni. Urunk, az ő életében is voltak megpróbáltatások, és lesznek is. Imádkozunk azért, hogy az ő szent lelked erejével töltsd be őt is, hogy mindeneken győzve
a te országodba bemehessen majd. Imádkozunk azért, Urunk, hogy az ő fiatal éveit te vezesd, te irányítsd a továbbiakban. Te fogjad az ő kezét, hogy megmaradhasson te melletted. Te vezesd, Uram, őted akkor is majd, amikor esetleg családot alapít. Hadd legyen minden döntése a te tetszésedre és a te akaratod szerint. Erősítsd őt meg, hogy tudjon ragaszkodni a gyülekezethez, a te népedhez. Tudjon kitartó lenni és félretenni az ifjúkori kívánságokat, tereját tekinteni nem emberekre, és úgy haladni a te útadon a végső győzelemig. Istenünk, az Úr Jézus érdeméért, és az a Szent Lelked által kérjük mindezeket. Amen. Amen. Istenünk, köszönjük, hogy egy fiatal lány is átadta az életét neked, és kifejezte azt az óhaját, hogy szeretne téged követni, szeretne a te útadon járni. Amiért is téged magasztalunk, Istenünk, és köszönjük, hogy megszólítottad őt, az ige magvai jó talajba húhattak az ő szívében. Istenünk, azért imádkozunk, hogy az a búzaszár, ami felnövekszik az ő életében, az ne szenvedje meg sem a szárasságot, sem az egyéb megpróbáltatásokat, hanem tudjon bővölködni a te kegyelmedben. Az ő esetében is imádkozunk, Istenünk, az ő fiatalságáért, fiatal éveiért is adjad, hogy a te ígéd szeretete, a gyülekezet szeretete és a rád való figyelés, az engedelmesség által tudja legyőzni mindazokat a kívánságokat, mindazokat a bűnöket, amelyek ifjúkorában jöhetnek még, amelyeket akadályként gördíthet elé a sátán. Kérünk, hogy te adj neki győzelmet, lelkeddel töltsd be őt, és adjál neki olyan reál figyelést, hogy a te hangodat meghallja, megszívlelje és megcselekedje minden körülmények között. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik körülötte vannak, a családért, a barátokért, barátnőkért. Istenünk, adjad, hogy lehessen világosság itt a roma fiatalság körében, és az ő élete adjad, hogy még hozzád vonzhasson sok másokat is. Amen. Amen. Istenünk, köszönjük azt, hogy Erika testvérnő hosszabb vívódás után az ő szívében az evangélium magvai megélelődve meghozhatta azt a döntést, hogy a te követésedbe áll, követi az ő férjének és a példáját. Istenünk, kérünk téged, hogy te erősítsd őt meg a hívő életnek az útján. Adjad, Uram, hogy férjével együtt tudjanak jó példát mutatni gyermekeiknek, és Urunk, szeretnők azt látni, hogy majd mind az öt gyermekük és ide jön a te színed elé, és megtérte hozzád, és vállalja a te követésedet. Istenünk, imádkozunk azért, hogy imád, mint hívő család, férj és feleség tudjanak példát mutatni itt az egész roma soron, és tudjanak reját mutatni, Úr Jézus, mint aki az egyetlen út, az egyetlen megoldás vagy mindannyiunk számára. Kérünk, hogy őt is töltsd be a te lelkeddel, és adjad, hogy rád figyelve, a te igédre hallgatva tudjon járni győzedelmesen a hívő életnek az útján. Istenünk, az ő életét, és mind a négy új tagnak az életét a te kezedbe helyezzük, és kérjük azt, hogy a te hatalmad őrizze őket az üdvösségre. Amen. Amen.
Kérem a gyülekezetet, hogy foglaljon helyet. Szeretnék még egy néhány szót én szólani. Azután a Dániel testvértől fog következni még egy néhány igei gondolat. És amikor ez is meg lesz, akkor majd hozzá lehet férni az új tagokhoz, és lehet őket köszönteni jó szavakkal, áldáskívánással és virágokkal is. Tehát még egy kevés türelmet kérünk ezen a területen. Mint a gyülekezetnek a lelki pásztora, szeretnék köszönteni a négy új tagot, mint a Biharfélegyházi Roma gyülekezetnek a legújabb, legfrissebb tagjait. Kívánom Isten áldását az életetekre, és kívánom nektek, hogy kitartsatok az Úr Jézus mellett, mint halálig. Bizonyságtevésetekben ez sokszor elhangzott, hogy az Úr Jézust követni szeretnétek egész életetekben. Így van, mondjátok még egyszer. Így van. Az Úr erősítsen meg és segítsen erre titeket, hogy semmilyen probléma vagy kísértés ne tudjon titeket erről az útról eltántorítani. A jó Atya áldását kívánom. Kőszegi Dániel testvérünk fog egy néhány igei gondolattal még szolgálni, és megtérésre való felhívást is intézni. Úgyhogy egy kevés türelmet kérünk még, Isten igéjére figyelünk egy keveset. Szépen. Drága testvéreim, akkor most itt van néhány perc lehetőség, hogy te is jöjj az Úrhoz, mert ő hív téged. Mint említettem már a szolgálatban is, ezek az évek a cigányoknak adott különleges kegyelmi lehetőségei az Úrnak, amelyet a ti számotokra nyújt, és látom, még ez a kis kutya is áldást akart kapni, már az másodszor jön ide a testvérek, úgyhogy láthatok még a kis kutyát. Szóval komolyan fordítva a szót, azt láthatjuk itt az igéből, csak szeretném ismét elolvasni azt a mondatot, amit Nikodémosnak mond az Úr, veled Jézus, bizony mondom néked. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ennek a drága folyamatnak az első lépése, hogy behívod a szívedbe az Úr Jézus Krisztust. Erre most a gyülekezet lehetőséget ad. Néhány percben, most el fogunk úgy csendesedni, hogy majd kérjük a zenészeket, hogy egy hívogató éneket énekeljetek, és az ének alatt felnyújtod a kezedet, hogy kijössz ide előre, van is itt egy kis hely, és ezzel mutatod meg, mondod azt, hogy te ma az Úr Jézus szeretnél a szívedbe fogadni. Ahogy én hallottam, kedd óta megy ugye az evangelizációs sorozat minden este Félegyházán, és nyilván sokat hallottatok is már az Úr igéjéről e tekintetben, úgyhogy én azt hirdetem néktek most a bezáró alkalommal, hogy az Úr még ma is hív téged. Ne szalazd el a lehetőséget, mert nem biztos, hogy a legközelebbi evangelizációs alkalmon lesz lehetőséged arra, hogy befogadd az Úr Jézus. Jöjj te is! A tékozló fiú esete jut eszembe, amikor a tékozló fiú elmegy a megyei atyától, az ő atyától nagyon messzire, és egészen disznó vájúig jut, és amikor már ott a disznókkal együtt a moslékot eszi, már azt sem akarja a gazda, az új gazdája, ugye, hadd fogalmazzak így, hogy a sátán nem akarja még a moslékot csalálni, azt is sem lehet tőle, akkor az jut eszébe, hogy én itt éhen fogok meghalni, és az én atyámnak milyen sok bérese bővölködik kenyérben. És arra hívom fel a figyelmet, mikor visszamegy az atyához, az atya már várja az úton. Tehát még be se jön a házhoz, az atya már messzire meglátja, megismeri a fiának a járását, és azt olvassuk, hogy ő kitárt karokkal várja. Igen, de egy nagyon-nagyon fontos dolog van előtte. Ez a fiú azzal kezdi az atyához, mikor odaér, hogy vétkeztem atyám az ég ellen és te ellened is, nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivatassak. Tégy engem a te olyanná, mint a te béreseid közül egy. Ha te ezzel a lelkülettel jössz ma ide, akkor az Úr tud rajtad könyörülni. Ha nem ezzel a lelkülettel, akkor nem is kell kijönni, mert nincs értelme kijönni. Csak a megtört és alázatos szívületen tud az Isten könyörülni. Így hívlak ma az Úr Jézus nevében, jöjj az Úrhoz, jöjj ide előre, és te is jöjj és kövesd az Urat, és légy az örökké valóság részese az Úr kegyelméből. Most énekeljük az éneket, és ez idő alatt kérem, hogy állj fel a helyeden, gyere ide ki előre,
vagy nyúlsfül a kezed. Már is lehet állni, ha valakit az Úr indít, azt tessék jönni. Akit az Úr indít, tessék ide jönni előre. De az asztal környékén is fogunk érteni imádkozni. Halleluja, dicsőség az Úrra. Fiatal gyerekek is nagyon fognak, mert az Úr előtt vagyunk, és van a szívünket megalázunk. A megtört és alázatos szívét fogadja el az Isten, aki belátja az ő bűneit és vétkeit. Fülekezettel szemben fordulunk emberként jövök te hozzád, bocsásd meg minden vétkemet, szent véred által töröld el, könyörülj rajta, szabadíts meg minden bűntől, minden köteléktől, a sátán minden hatalmától. A mai naptól néked szeretnék szolgálni. Fogadj el gyermekedként, és írd be az én nevem az élet könyvébe. Köszönöm, hogy meghallgatsz, ingyen kegyelmedből. Amen. Menjél, édesatyám, légy áldott azokért a testvéreinkért, akik most jöttek ki. Ne fogadd el őket az Úr Jézus Krisztusban, és kérlek, Uram, hogy mosd le az ő bűneiket, ahogy most kérték is tőled,
a te drága szent véred által, adj nékik megtisztulást, adj nékik a bűnökből, a kötelékekből való megszabadulást, adj kegyelmet, Uram, hogy amit most tettek, Uram, ezt az első lépést te felé, az ő életükben hadd kövesse a megváltozás, az újjászületés drága történelme, és add, Uram, hogy ők valóban mindegyik, ők, akik kijött ide, a te gyermekeiddé váljanak. Kérjük áldásodat a kisebb gyermekekre, akik még talán nem igazán értik, hogy miért is jöttek ki, de kérjük, Uram, a te áldásodat, légy kegyelmes, ne engedd őket a sátán kezébe, Uram, a későbbiekben sem, hanem még ha tudjanak fölnőni a te házadban, a te sátorodban, megismerve a te szent nevedet. Köszönjük, hogy meghallgatsz, érettük. Köszönjük, hogy amit elkezdtél munkát a te dicsőségedre és az ő üdvösségükre be is fogod fejezni. Légy ezért áldott az Úr Jézus nevében. Amen. Egy jól ismert éneket fogunk énekelni most együtt. A roma dicséretekből azt az éneket, hogy az Úr fogja a kezemet. Nagyon fontos az, hogy tovább megyünk most az úton, azok, akik döntöttek az Úr Jézus mellett, azok, akik már régebben döntöttünk az Úr Jézus mellett, hogy úgy menjünk tovább a hívő élet útján, hogy tudjuk azt, hogy az Úr fogja a kezemet, és ő tart meg engem, ő az, aki mellettem van, a hétköznapokban, a megpróbáltatásokban. Akik itt vannak elő, azok itt maradjanak, álljunk fel, ez már befejező ének is lesz, és azután befejező imádság következik majd. Köszönjük a te igédet, köszönjük a bemerítés mozzanatát. Istenünk, imádkozunk azért, hogy a te igéd hadd legyen gyümölcsöző, hadd legyen maradandó mindenkinek a szívében. Uram, azoknak a szívében is hadd teremjen gyümölcsöt, akik sokszor hallották már az evangéliumot, azoknak az életében is, akik talán most hallották először a te hívó szavadat. Kérünk, hogy te jöjj velünk tovább, vezess bennünket az úton, fogjad a mi kezünket, hogy a célba elérkezhessünk. Akik rátették a lábukat a te utadra, azokat erősítsd meg, hogy tudjanak bátran, erősen, kitartva járni azon mindvégig. Végezetül pedig a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme,
mennyei édesatyánk szeretete és a Szentléleknek megújító és megszentelő közössége legyen és maradjon velünk most és mind örökké. Amen. Kívánunk mi egy képben, de...